Üdvözletünk! Az idei évben több kategóriát megkevertünk, összevontunk vagy átalakítottunk az értékelhető résztvevők hiányának köszönhetően, így adódott, hogy 2013 legbrutálisabb és legnagyobb baromságait is egy kalap alá akartuk venni és egy füst alatt elintézni, de ez sem bizonyult jó megoldásnak. Hiába nincs nagy különbség közöttük, elvégre sok olyan baromság születik, ami ráadásul még brutális is, vagy a kegyetlenséget ábrázolja baromsággal fűszerezve, mégsem fértek meg egymás mellett. A baromság az baromság, mint látni is fogjátok, de a trófeáért harcolók szűk közösségébe való bejutáshoz már nem volt eléggé agyibasztó Snoop Dogg ritmusjátéka a Way of the Dog, vagy az indiaiak repülő sárkányos bunyója a Kite Fight, de a mexikói daráló Guacamele is kevésnek bizonyult. Nem egyszerű alapokkal rendelkezik az első személyű bunyó Xenocles folytatása sem, de azért kevés volt az igazi őrültekhez képest, csak úgy, mint a PC-re 2013-ban megjelenő Tim Schafer-ös, Jack Black-es, metálos pokoljárás a Brutal Legends is. A Fast and Furious Showdown és a Pacific Rim esetében sokkal nagyobb barom volt, aki hagyta, hogy videójáték készüljön belőjük, de a Ride to Hell Retribution esetében sem volt túl sok normális ember a környéken, mikor elkészült, azonban az igazán vad agyszülemények még csak most fognak kényszerzubbonyt tölteni. A Dive Kick egy készvicc, és bármennyire is hihetetlen, ez tényleg egy hivatalosan megjelent, megvásárolható játék. A stílust komolyan gondoló verekedős alkotásokat maximálisan kifigurázó Dive Kick a jól irányzott rúgásokról szól, komoly taktika és megfelelő időben indított támadások szükségesek ehhez az állatsághoz, elvégre egyetlen találat is elég a győzelemhez. A fejrúgásokat pedig még külön jutalmazza is a játék, hát lehet, hogy a fejlesztők is bekaptak már egy-egy fejrúgást. Nem hiszem, hogy nagyon magyarázni kellene, hogy a Saints Row 4 miért küzd a legnagyobb baromságok díjáért, elvégre nem csak agyatlanul vandálkodhattunk a negyedik részben, de a fehér házi melunkba belerondítottak ETA-k, és még a virtuális Steelport városába is száműztek, ezzel biztosítva az újabb ökörségek táptalaját. Nem elég, hogy szuperképességekkel ruháztak fel, de még kaptunk gyilkosan táncra perdítő dubstep gunt és ánusz maceráló pihenst tukkereket is. Deadpool a képregénysztárok Jim Carrey-e vagy Benny Hill-e, egy őrült barom, aki mindent poénra vesz. Hősünk története tele van brutkós tukkerekkel, agyament ütközetekkel, szemtelen dumákkal és dögös csajokkal, bár Deadpool nem veti meg a plasztik felfújható hölgyeket sem. Az infantilis karakter szuperképességének köszönhetően semmilyen állatságtól nem riad vissza, így egy eszméletlenül szórakoztató, humorban gazdag baromság koktélban lehetett részünk 2013-ban. A Far Cry 3 egy akkora retro lökettel jelentkezett a spin-off kategóriában, hogy a mai napig a hatása alatt vagyunk. A 80-as, 90-es évek darkos, neonos atmoszférája a prüntjögő zenei témákkal rögtön elvarázsolta az aggasztján játékosokat. Az idiotizmus hatalmas dinoszaurusz öldöklésben, pofátlan humorban és flegmaságban jelentkezett. Az áprilisi tréfának indult Blood Dragon az utóbbi évek egyik legkellemesebb őrülete volt, ami nagyon nagy esélyekkel pályázik a baromság trófánkra is. Suda51 kapcsán mindig is sejtettük, hogy valamilyen komolyabb szellemi problémákkal küzdhet, elvégre nem hétköznapi videójátékok megalkotásával tölti mindennapjait, ráadásul ezért még fizetést is kap. Démonvadászat majd Sussy pomponlánnyal való zombi aprítás után egy újabb érdekes, elvont és egyedi látványvilágú bérgyilkos történettel áldott meg minket. A pihent elemekkel dolgozó alkotás nem csak agyatlan hentes szimulátor, mivel a gyengébbik nemre vonatkozó küldetések is igencsak izgalmasak, a gigoló missziók során ugyanis a csábítás skillünket kell latba vetni. Ha baromságról van szó, akkor a témában sem a vérsárkányvadászat, sem a primitív rugdoskodás, de még az agyilag rogyant Deadpool sem képes megingatni trónján a virtuális világban szuperhősködő, paráználkodó, fajtalankodó Saints Row 4-et. Nem nagyon volt még olyan játék, melyben analizáló fegyvert adtak volna a játékos kezébe, és azt örömmel alkalmazta rendeltetésszerűen, az ellenfelek púzójába belesütve, valamilyen transzi öltözékben, műbráner készlettel az oldalán. Elvont, debil, primitív, de szórakoztató, és egy hatalmas ökörség, ezért a Game TV stábja szerint nem kaphatja más a 2013-as baromság trófánkat, mint a Saints Row 4. Van még pár érdekes kategóriánk az év legjobbja előtt, ezekkel hamarosan jelentkezünk is, addig is köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!